Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Krisztus szenvedésének kezdete. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Uram, Jézus Krisztusom, örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek téged. Te vagy az örömet túlszárnyaló öröm, minden bűnös vágya, üdve és reménysége. Szereteted örök bizonyságát adtad azzal, hogy felvetted emberi természetünket, s végtelen szeretetedből köztünk maradsz az idők végezetéig. Kérlek, emlékezz fogantatásodtól kereszthalálodig értünk elszenvedett fájdalmakra, mellyel megváltottad a világot. Emlékezzél, Uram, hogy az utolsó vacsorán tanítványaid lábát mostad, majd szent testedet és véredet adtad nekik táplálékul. Beszéltél nekik közeli szenvedésedről, és gyengéden vigasztaltad őket. Emlékezz a keserű fájdalomra, mikor így imádkoztál. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Emlékezz, Uram, a halálfélelemre, melyet ifjúságod virágában kellett elszenvedned. Mikor háromszori vérrel verejtékező imád után tanítványod Júdás elárult. Választott és kiemelt népet fiai fogtak el, és három bíró elítélt. Mindez a húsvéti nagy ünnepek kezdetén történt. Emlékezz, Uram, hogy megfosztottak ruháidtól. Gúnyból bíborpalástot adtak rád, szemedet bekötötték, arcul vertek, tövissel koronáztak, kezedbe jogalként nádat adtak, oszlophoz kötöttek, ostorozó ütlegekkel borítottak, szittak, gyaláztak, sértegettek. Mindezekre a fájdalmakra és gyötrelmekre, melyet keresztre feszítésed előtt kellett szenvedned. Kérlek, hogy add meg nekem halálom előtt az igazi bűnbánat kegyelmét. Add, hogy bűneimet meggyúnhassam, és bocsánatodat elnyerjem. Amen. Krisztus kigúnyolása. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, te, aki az angyalok szabadon választott öröme, és az édenkert legfőbb boldogsága vagy, emlékezz a fájdalmakra és rettenetre, melyet akkor éreztél, mikor ellenségeid dühös oroszlánként vettek körül. Ütlegek ezrével kínoztak, sértegettek, gyaláztak, és leírhatatlan kegyetlenséggel marcangolták testedet. A sértő szavakért elszenvedett kínokra emlékezve könyörgök hozzád, megváltom. Szabadíts meg engem minden látható és láthatatlan ellenségemtől. Védelmezz engem, hogy oltalmad alatt elnyerhessem az örök üdvösséget. Amen. Krisztus kereszteszegezése. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, a Szent Háromság második személyeként a világ teremtője vagy, alkotója a mennynek és a földnek, korlátlan Úr vagy mindenek felett. Néked semmi határt nem szabhat. Te tartod össze a világ mindenséget hatalmaddal és szereteteddel. Emlékezz azokra a szörnyű fájdalmakra, melyeket akkor éreztél, amikor a zsidók kezedet és lábadat a tompa szegekkel átverték. Ütést, ütés után mérve rád. És mivel még akkor sem találtak szánalomra méltónak, dühükben testedet taszigatták, ezáltal sebeidet kitágították, és csontjaidat, testedet kifeszítve kiforgatták, amíg a keresztre szegeztek. Erre a legszentebb szenvedésre kérlek téged, Jézusom, hogy téged mindig, mindenek fölött szeresselek. Amen. Krisztus imája a keresztre feszítőiért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, mennyei orvosom, akit a kereszten magasba emeltek, hogy szent sebeid által sebeink begyógyuljanak. Emlékezz az úzódásokra, elerőtlenedett tagjaidra, melyeket úgy kinyújtottak, hogy sem azelőtt, sem azután nem volt kín, mely hasonlítható lenne a te kínodhoz. Tövissel koronázott szent fejedtől a talpadig nem volt egyetlen épp hely sem, melyet kínzó fájdalom ne gyötört volna. És te mégis, felejtve saját szenvedéseidet, ellenségeidért így imádkoztál. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Erre a nagy irgalmadra és kínszenvedésed kegyelmeire kérlek, hogy add meg nekem a tökéletes bánat kegyelmét, hogy azáltal elnyerhessem bűneim bocsánatát. Amen. Krisztus irgalmassága a megtérő bűnösök iránt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, az örök fénytükre, emlékezz a fájdalmakra, mikor isteni világosságot fényében megláttad szenvedéseid hiába valóságát azokon a lelkeken, akik megátalkodtak a bűnben, s Istent elutasítják. Láttad az eltaszítottak végtelen seregét, és mélységes szánalmat éreztél a kárhozatba hulló lelkek iránt. Kérlek, mélységes irgalmadra, és különösen jóságodra, mellyel a latornak is azt mondtad, még ma velem leszel a paradicsomban. Légy irgalmas hozzám is, halálom óráján. Amen. Krisztus végrendelete a kereszten. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, imádásra méltó drága királyom, emlékezz a kínra, amit akkor éreztél, mikor mint közönséges bűnözőt mezítelenül a keresztre vontak és felemeltek. Mindenkitől elhagyatva, csak édesanyád maradt melletted mindvégig, aki végig szenvedte kínos keresztutad és haláltusád. Akkor adtad nekünk őt anyánkul, mikor hozzá és Jánoshoz így szóltál: íme a te fiad, és íme a te anyád. Irgalmas megváltom, az édesanyád lelkét átjárt tűrők fájdalmaira kérlek. Szállj meg engem is, ha szenvedek. Adj erőt elviselni minden testi és lelki gyötrelmet, és légy segítségemre minden megpróbáltatásomban, de különösen halálom óráján. Amen. Krisztus szomjúhozása. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, a szeretet, a gyengétség és irgalom kimeríthetetlen forrása. Határtalan szeretetedből a kereszten függve így szóltál: szomjazom. Tudom, az egész emberiség üdvösségét szomjúhoztad. Kérlek téged, megváltom, adj szívembe erős vágyat a tökéletesség után. Gyulaszd fel szívemet szeretetre irántad, hogy meghalljon bennem minden testi vágy és világi kívánság, és csak utánad vágyakozzam. Amen. Krisztus itala. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, te vagy a szív gyönyörűsége, a lélek öröme. Emlékezz az ecet és epe keserűségére, melyet a keresztfán értünk szeretetből megízleltél. Erre a szeretetre kérlek, isteni megváltóm. Add meg a kegyelmet, hogy szent testedet és véredet mindig méltóképpen vegyem magamhoz, főleg pedig halálom óráján vigasztalásomul fogadhassam. Amen. Krisztus imája a kereszten. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, királyi erő, tisztaság, az elme világossága, a lélek öröme. Emlékezz a fájdalmakra, melyeket halálod közelettén éreztél, a keserűség tengerébe merülve. Amikor a zsidók átkozódásai és bántalmazásai közben hangos szóval felkiáltottál: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Elhagyatottságot kínjaira kérlek, és könyörgök hozzád, megváltóm. Ne hagyj el engem halálom órájának küzdelmeiben. Amen. Krisztus nagyszámú sebei. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, te vagy a kezdet és a vég, az élet, az erő és a tisztaság. Emlékezzél meg arról, hogy értem szálltál alá a szenvedés mélységébe. Az egész testedet borító sebekre kérlek, hogy megtartva parancsaidat, a hozzád vezető keskeny úton járja, a fele baráti szeretet útján, mely széles és könnyű mindazoknak, akik szeretnek téged. Amen. Krisztus mély sebei. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, te vagy minden irgalom és kegyelem mélysége. Emlékezzél sebeid mélységére, és a borzalmas kínokra, melyeket ezek a sebek okoztak, az én bűneim miatt is. Kérlek téged, megváltóm, rejts el engem bűnös sebeidbe, mennyei atyád haragja elől. Amen. Krisztus vérző sebei. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, az igazság tükre, az egység jelképe, a szeretet köteléke vagy. Emlékezz a tengernyi sebre, melyek egész szent testedet elborították, és amelyeket imádandó véred pirosra festett.
Világmindenséget átölelő fájdalom volt a te fájdalmad, melyet irántunk való szeretetből tűrtél. Imádandó Jézusom, mi többet tehettél volna még értünk? Engedd, hogy a keresztutadra való emlékezés növelje bennem a hűséges szeretetet irántad. Gyarapodjanak bennem szenvedéseid gyümölcsei, amíg el nem érlek az örökké valóságban. Minden jónak és örömnek forrása, Jézusom, egyetlen igazi szerelmem. Amen. Krisztus utolsó gyötrelme. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, leghatalmasabb Úr, halhatatlan és legyőzhetetlen, diadalmas királyom. Emlékezzél a gyötrelmekre, amikor teljesen kimerülve lehajtottad a fejed, és felkiáltottál. Beteljesedett. Erre a végső szenvedésre kérlek, Uram, és megváltom. Légy irgalmas hozzám életem utolsó óráján, hogy lelkem és szívem meg ne zavarodjék, hanem örömmel várja a veled való találkozást. Amen. Krisztus halála. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, te vagy az örök atya egyszülött fia, az erőforrása, Isten dicsőségének vízfénye. Emlékezzél a szavakra, melyek összetört testedben, már alig dobogó, megtört szívedből fakadtak, és tolultak ajkadra. Atyám,
kezedbe ajánlom lelkemet. A te összehasonlíthatatlan értékű halálodra kérlek, dicsőség királya. Erősíts meg engem, és adj erőt, hogy ellen tudjak állni az ördög csábításainak, a test kívánságainak, a világ hiúságának, és egyedül csak neked éljek. Halálom után pedig fogadj be engem földi zarándokot a mennyei hazába, és öleld magadba hozzád visszatérő lelkemet. Amen. Krisztus utolsó és teljes félrontása. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő szőlőtő, emlékezzél bőven omló véredre, mely úgy árat értünk, mint a szőlőleve a sajtolóban. A római katona lándzsájától átszúrt szívedből vér és víz folyt ki. Szent tested, mint elhervadt mirhacsokor, függött a kereszt fáján. Csontjaidból a velő kiszáradt. Sápadt, és halálosan fehér voltál. Keserű szenvedésedre, és kiontott drága véredre, kérlek, Jézusom, hogy sebezzed meg a szívemet, és bűnbánatom, és szeretetem, legyen ételem és italom egész életemen át. Szoríts egészen magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed. Minden szavam tetszésedre legyen. Életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem általad a mennyországot, és téged az örök dicsőségben, az ég minden angyalával és szentjével dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökké valóságon át. Amen. Befejező ima. Ó, dicsőséges Szűz, kit az Úr örök rendeléséből az ige anyául választott. Te, az isteni kegyelmek osztogatója, a bűnösök menedéke vagy. Én méltatlan szolgálód, hozzád fordulok. Légy vezetőm és tanácsadom e siralom völgyében. Est ki számomra szent fiad vére árán bűneim bocsánatát,
valamint az ehhez szükséges kegyelmi eszközöket. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.